Gulág, amiről tilos volt beszélni. Tilos volt 1989-ig, most majd meglátjuk, hogy mit szabad beszélni. És miért volt tilos? Azért, mert amikor a 8 év, minimum 8 év szovjet kényszermunkatábor hazatértek 53. november 25-én, a határon átérve azt mondták nekik, hogy erről tilos beszélni, aki erről beszél, azt visszaviszik oda, abba a szörnyű világba, ahol ők eltöltötték ezt az időszakot. Nos, hát akkor nézzük meg, hogy a harmadik részben mi tartozik. A második részben már láttunk ilyen színes festményeket, Nikolaj Gyetman képei ezek. Most ebből egy néhányat nézzünk meg, hogy miről is van szó. Láthatjuk itt, hogy kenyéradag. Mekkora? Tessék megnézni, hogy a kezéhez képest milyen pici. Ez az egész napi kenyéradagja volt, amit reggel kiosztottak, és ezen élt, tartotta magába az életet, ahhoz, hogy azt a szörnyű, nehéz fizikai munkát akár hidegbe, akár hőségbe el tudja viselni. Épp ezzel akartam kiegészíteni, hiszen ugye azt már a sorozatból megtudhatták a nézők, hogy gyakorlatilag ott azért nagyon komoly munkát, fizikai munkát nagyon kellett komoly végezni. Nagyon komoly munkát, majd itt-ott még később azt hiszem ezt fogjuk látni más képekben is. Minden morzsa kincs volt. Na most ugye ezt a kenyéradagot reggel osztották ki, hogy úgy mondjam, és hogyha a fekvő ágyban mellette lévő észrevette, hogy meghalt, akkor nem mert szólni, nem is volt érdeke szólni, mert akkor felvehette a meghalt szomszédjának az adagját, ami egy nagy kincs volt, és amikor ezt megkapta, akkor ott a környékbeliek elosztoztak rajta testvérjesen, és akkor jelentették be, hogy meghalt. Tehát minden morzsa nagyon nagy kincset ért. Akkor a halott bajtárs kenyér adagja, az tulajdonképpen egy életmentő dolog volt, mondhatjuk ezt? Igen, mondhatjuk. Azért, mert az a kicsi adag, ami ott volt, sokan nem tudták elviselni a napi nehéz munkát. És ez a halott kenyér adag úgy alakult ki, hogy ugye reggel volt ez a kenyérosztás, az egész napra való adag. És akkor be kellett jelenteni, illetve tudták, hogy ki van, ki él, stb. És ha észrevette valaki, hogy a mellette lévő ágyon valaki meghalt, akkor ezt teljes titokba tartotta, és fölvették annak is a kenyéradagját. Utána szépen elosztották egymás között, testvériesen, bajtársiasan, és utána jelentették be, hogy meghalt. Tehát egy személy kenyéradagja óriási kincs volt számukra. A továbbiakban, hát ez a kenyér nem volt minőségi. Ez a Jóisten tudja, hogy miből volt, amit ott összetudtak darálni búzából, akármi már kenyérgabonából, fekete volt. Nem volt vitamintartalma, tessék, skorbut. Milyen emberek alakultak ki ebből? Mit kellett nekik elviselni, hogy idáig jussanak? És ez egy nagy betegség volt. Ez szedte az áldozatokat. Néha osztottak azért cukrot, mert arra rájöttek, hogy az a szervezetnek mégiscsak jó, de nem volt elég ahhoz, hogy ezt a kenyéradagot és ezt a betegséget legyőzze. Egy következő kép szintén az étkezésről szól, ez már mínusz 50 fokba mutat egy képet, ami azt jelenti, hogy hát látjuk, hogy mennyire be vannak öltözve, még ennél jobban is voltak, mert ugye itt-ott lehet látni, hogy az arcuk aránylag sima, de legtöbbször ugye nem volt alkalom, meg nem is akartak borotválkozni. Ott csajkába osztanak ki meleg ételt. De hogy volt az meleg étel? Az csak annyira volt meleg löty, hogy így mondjam, esetleg kása, ugye az egy növényi magból készült főzet, valami kis melegséget adtak nekik, mert nem fogtak tudni 40-50 fokos mínusz hőmérsékletbe dolgozni. Tehát az csak hirtelen átmelegítette őket. Ez egy ilyen átmelegítés volt, a 8 óra munkaidő, sőt esetleg volt időnként több is, de minimum 8 óra volt, hogy átvészelje. Ugye ez a 8 órát úgy kell érteni, hogy az effektív munka, tehát hogyha 6 kilométerre volt az az erdő, ahova el kellett nekik menni, most erről beszélek, mert volt kőfejtés is,
akkor az nem jelent, az nem tartozott bele a 8 óra. Utána kezdődött a 8 óra műszak, és akkor vissza megint az a 6 kilométer. Tehát azért ez egy komoly megerőltetés volt a nehéz fizikai munka előtt is, meg után is. Ugyanez volt érvényes akkor is, hogyha bányába mentek, mert a bánya meg annyira folyamatos volt, ugye az erdő esetében már alkonyat éjszaka nem végeztek munkát, mert nem látták, de a bánya esetében ott szigorúan meg volt szabva a három műszakos tevékenység, és ahhoz az előbb említett oda és a visszafelé hajtás, mert ez hajtás volt, majd látunk egy következő részletben, hogy miért használom ezt a kifejezést, tulajdonképpen állatok módjára hajtották őket. Létkérdés volt az, hogy át tudják vészelni a napokat egyik napról a másikra. Ugye az életkor 15-től 50 éves korig volt. Az idősebb emberek nem bírták ezt. A fiatalabbak talán jobban átvészelték, vagy az étkezés nem szolgálta azt a fontos dolgot, hogy nagyon jó munkát végezzenek. Későbbi képekben majd látni fogjuk, hogy ennél soványabb embereket is sorba állítottak, az majd a kivégzés rovatban fog lenni, és akkor nem tudtak vele munkát végeztetni, mert annyira csont és bőr voltak. Igen, ez egy jellemzője gyakorlatilag az összes megörökített majd akkor képnek, vissza is hogy nagyon vékonyak az emberek. Igen, hát teljesen lesoványodtak. Amikor rájöttek, hogy ezek az emberek már nem tudnak, akkor úgymond feljavító kórház, nem volt az kórház, más környezet volt, ahol a 40 kilóról 45-50-re feltornázták a súlyát. Tehát ez élethalál harca volt, de ugye Sztálinnak az volt a lényege, hogy nem számít, ha megdöglenek, legalább addig is dolgoznak. Nem részletezem most ezt a dolgát, majd visszatérünk. Kérem szépen, ugye haltak meg emberek, és eltemették. Japán módszer szerinti eltemetés hidegbe történt, buddhizmus vagy görög-keleti kereszténység módjára. Ez az egy talán adott egy kis tiszteletet, de a legtöbb esetben, hogyha ha elmúltak, majd más helyen fogunk látni képeket, akkor azt a jég alá vitték be, vagy tömeg gödörbe, nem is sír, gödörbe rakták őket. Ugye a Gyetman nem volt azon a helyen, amit most az előbb említettem, hanem ilyet tudott megörökíteni a festményei kapcsán. Elmúlás, és hogy jelölték meg? Konzervdobozból konzerv. Milyen konzerv volt? Halkonzerv, amiben a kifogott halat szinte belezés nélkül beletották egy ilyen bádog valamiben, az volt a konzerv, és abból csináltak dróttal az elhunytnak a lábára egy azonosító számot, hogy el tudjanak számolni az emberekkel, ugyanis az nagyon, nagyon fontos volt, hogy a napi nem csak egy, hanem két-háromszori ellenőrzésnél meglegyen a létszám. Hogyha nem volt meg a létszám, akkor szökés. Akkor elővették azt, aki ott munkafelügyelő volt, vagy brigádvezető, vagy hát munkafelügyelő, őr, vagy akik a kihajtásnál, behajtásnál szerepeltek, mert ugye kétféle őrség volt belső őrség a lágeren belül, és külső, akik elhajtották és visszahajtották a munkaterületre és ről vissza. Na most ugye el kellett számolni, hogyha ha valaki meghalt akár a munkaterületen, akár benne a lágerben, akkor azt már leírták, de tudták, hogy az meghalt. Falat építettek, és hát meghalt, nem tudtak vele mit csinálni. Szörnyű, amit mondok, de igaz volt, mert leírták a túlélők, befalaszták, és menni kellett haza, létszámellenőrzés. Egy ember hiányzik. Mindent tűvé tettek, mindenkit kérdőre vontak, az ottani felügyelőket, az őröket, minden, valami gyár vagy gyárrészleg építkezése volt, és egyszerűen mindenki hallgatott, mert ha valaki elárul, hogy itt be van falazva, akkor őt is befalazzák. Szóval abból vagy más büntetésre kerül sor, amit aztán nem biztos, hogy túl él. Úgyhogy így tudtak elszámolni azzal, na most ugye a kutatással foglalkozom, és kutató kollégáim mondják, hogy sőt nem is egy van, az egyik kollégám az járt ilyen helyeken, és
megnézte a nyilvántartásokat, és egész pontos nyilvántartásokat talált. Orosz nyelven eléggé elferdített a magyar neveket, elferdítve azért, de megtalálták. Azt is megtalálták, hogy ha meghalt. Tehát ez azért eléggé jól követhető létszám ellenőrzés volt. Ettől függetlenül mégis történtek véletlenek, amikor nem tudták beazonosítani. Na most itt már az elmúlásról beszéltem, és mutatok itt egy nagyon szörnyű képet. Kérem szépen... Ez a szúnyogbüntetés, azt olvashatjuk. Ez a szúnyogbüntetés. Tessék megnézni, mire hasonlít ez a kép? Mire hasonlít? A megfeszített Jézus Krisztusra. A megfeszített Jézusra. Hát Jézust, hogy mondjam, fölfeszítették, és tartott neki az időszak a kereszten fölszegelve, és meghalt, és akkor jött azért dárdával, megnyomták, vagy megszúrták a szívét, hogy biztos legyen benne. Tehát egy rövid időszak, nem tudjuk, hogy menj, de ott maga a test megmaradt a kereszten, meghalt Jézus. Itt pedig mi történt? A Szolovki szigeteken, azt hiszem jól mondom, Szolovki szigeteken volt ez a büntetés, hogyha valamit rosszul szólt az egyik őrnek, vagy valami kihágás volt a munka kapcsán, akkor ezen a szigeten több alkalommal az a büntetés volt, hogy ide fölfeszítették, felkötözték ezt a szerencsétlen rabot, kényszermunkást, és kérem szépen a szúnyogok lerágták, csontig lerágták, és ezt olyan helyen tették, ahol a munkába történő kihajtás és visszahajtás idején, vagy az áger kapu bejáratánál, tehát hogy lássák, hogy milyen büntetés vár. Hát ez szörnyű. Itt most mondhatnám, hogy ugye van még egy nagyon csúnya népírtás, holokauszt, ugye? Mi volt kiírva? Már az oroszoknál a munka megszabadít. A holokausztnál mi volt kiírva? Ott is ugyanaz volt kiírva. Jártam Birkenau-ba, Auschwitz-ba, mert kutatásaim az is hozzátartozik, hogy megismerjem a másik hasonló ilyen szörnyűséget. És kérem szépen, holokauszt módjára, még annál rondább módon tették tönkre az emberiséget. Most az, hogy most magyar volt, vagy német, vagy lengyel, vagy szlovák, ez már teljesen mindegy volt, de láttatni akarták, hogy milyen büntetés vár rájuk. Völgyi Józsi bácsi, Vicina volt a korábbi neve, őt a kopjások, hogy mondjam, 45 háború elején voltak ilyen katonai kiképzések, és ő kapott egy ilyen felderítő, repülőgépről bedobott felderítő kiképzést, és erre rájöttek az oroszok, mikor szedték össze a jó népet, majd következőnél beszélünk róla, hogy hogyan történt ez a begyűjtés, akkor őt halálra ítélték, és aztán ment tovább a vagon, meg minden, ott volt egy lehetőség, hogy kegyelmi kérvényt legyen, de a halálbüntetést, hogyha helybe hagyták, akkor két napon belül tarkólövéssel végeztek vele. Na most a Vicina, a Józsi bácsi, a Völgyi Józsi bácsi, inotai lakos volt, én ismertem egész élete végéig, ő versben sok mindent megírt, és úgy fejezte ki magát, meg kellett tanulni a verseit, nem tudta hazahozni. Amikor már hazafelé tértek, akkor volt egy Ukrajnában, hát Kárpát, inkább ukrajnai részen, egy gyűjtőtábor, ahol összejöttek, és ott már merte papírra írni, és hazahozott verseket. Ebbe van neki gyűjteménye. Nekem megvan ez a könyv belőle, azt mondja, hogy emlékirataim prózában és versben. A Józsi bácsi aztán megmenekült a halálbüntetéstől, 25 évet kapott. Hát ugye aztán, ugye, mikor a Sztálin megdöglött, akkor utána már haza lehetett jönni. Ő is hazajött, illetve nem jött haza, nem engedték haza őket egyből, mert akik 25 évet kaptak, azt 53-ban elvitték a melyik börtönbe? A Jászberényi börtönbe, 287-en voltak, és ott folytatták
a 7-8 év utáni börtönbüntetést, és csak 56 tavaszától apránként engedték őket haza. Na hát a Józsi bácsi aztán 56-ban előtűnt megint, nagyon szép verseket írt, és benne volt ilyen forradalmi bizottságban, abból kifolyólag is meghurcolták, azt a részét már ebbe nem írja le, mert ugye ez volt a több, meg a rondább, meg a, hogy mondjam, az emlékirataiban jobban beleillő. Nagyon sportos ember volt egyébként, egy kicsi alacsony, nagyon szikár és nagyon erőteljes, azt lehet mondani, hogy az ilyen gyengébb testalkatúak jobban bírták a megpróbáltatásokat. Most is vannak olyan túlélő bajtársak, akivel tartom a kapcsolatot, hogy ugyan nézem a Vidi Józsi bácsit, hát a lélek hány jár bele, talán 60 kiló, ha van, de túlélte. Nos, hát a Józsi bácsi aztán nagyon sportos volt, utána is úgy edzésbe tartotta magát, és ennek köszönhető, hogy 92 éves koráig élt. Egy másik könyvről beszélnék, Baradlay Pali bácsi. Őt azért említem meg, mert ő fehérvári volt, és a barátja és sorstársa volt a Kneifel Imre bácsi. Hogyha ismerjük Székesfehérváron ezt a nevet, hogy Kneifel, akkor tudjuk, hogy az ő gyerekeiről van szó, mármint nem a Pali bácsi, hanem a Kneifel Imre, akik zenével és énekkel, egyik iskolának is az igazgatója az egyik gyermek, mert három fiú testvér van, és azoknak a feleségei is ilyen muzikális zenével foglalkozók, és ahhoz nagyon jól értők és tudók emberek. No, hát a Pali bácsinak volt a barátja, és együtt voltak sokáig a lágerbe. Egy időszakban a Kneifel Imre bácsi megvakult, aztán helyrejött egy véletlen szerencse kapcsán, de a Pali bácsiról beszélnék, illetve az unokájáról. Egy alkalommal bent vagyunk a szövetségünk irodájában, és jön be egy fiatal fiú, alacsony, zsebre dugott kézzel, teljesen kopaszra nyírva, nem volt valami megnyerő külsei, de köszönt. Ugye ez volt az első, jó napot kívánok, szervusz, mit szeretnél? Azt mondja, hogy szeretnék valamit tudni a gulágról. Mondom, és miért? Hát mert ez engem nagyon érdekel. És mit tudsz róla eddig? Azt mondja, amit a nagyapám 10 éves koromban elmondott. Hát ki volt a te nagyapád? A 835-ös, ez egy rabszám volt, ugye ott nevet nem használtak, csak ugye a sapkájukon, a hátukon, meg a nadrág combrészén volt ez a szám feltüntve. Tehát a 835-ös volt a nagyapja. Hát mondom, és mit mondottál? Sok mindent, ami ebben a két kötetes könyvben van. És mondom, miért kell ez neked? Azt mondja, hogy hát kérem szépen, én a Pécsi Tudományegyetemre járok, hamarosan szakdolgozatot kell írni, és abban én szeretném elmélyíteni, amit a nagyapám, meg azon kívül még a gulágról ismereteket megszerzek. Mondom, fiam, semmi gond, akkor elővettem a könyvtáromat, ezen kívül már ugye több könyvet is láthatott nálunk, és akkor kérem szépen, elvitt egyet, kettőt, hármat, és megírta a szakdolgozatát. De előtte még azt mondta, hogy hát ő szeretne valamit mégiscsak tudni többet a Kneifel Imre bácsiról, mert a nagyapja sokat beszélt róla, hogy tudnék-e. Hát mondom, persze, megkeresik az Imre bácsit. Tudtam, hogy hol lakik, csöngetek, semmi, keresem a telefonkönyvbe a gyermekeit, megtalálom. Mondom, hogy ki vagyok, és mit szeretnénk, hogy a Vas Gábor, a Pali bácsinak az unokája szeretne tudni sok mindent az Imre bácsiról. Hát semmi gond. De mondom, hogy tudjuk megoldani? Hát nincs otthon senki, hiába csengetek. Hát azt mondja, az Imre bácsi már meghalt, de az Erzsike néni, a felesége, az mindent tud. Ó, mondom, akkor össze lehet hozni ezt? Igen, de az Erzsike néni most még kórházban van, majd szombaton kijön, és akkor vasárnap mehetünk. Így történt. Megbeszéltük a Gáborral, mondom, gyere, megyünk az Imre bácsihoz.
mert nincs az Imre bácsim, a felesége, jaj, hát ne törődj vele, azt mondták a gyerekei, hogy a felesége az Erzsika néni mit tud. Fölmegyünk itt a Jókai utca, Ady Endre utca sarkán, ott valamelyik házba, azt mondom, Ady Endre utcai, igen, házba lakott, fölmegyünk az első emeletre, csöngetek, már addigra a gyerekei mondták, hogy majd megyünk. Kinyitja, hát te olyan vagy, mint a nagyapád, ráismert az unokára. És akkor kérem szépen, ott körülbelül egy óra hosszát, talán még egy kicsit többet is elbeszélgettünk. Merített belőle sokat, olyat, ami ő neki nagyon jelentős volt, hogy megéri a szakdolgozatot. Jó, mondom, Gábor, mire van még szükség? Kell még valamit esetleg hozzá? Nem, úgy néz ki, hogy ez elég lesz. Megírta a szakdolgozatot. Már gyanakodtam elmúlt néhány hónap, hogy mi van a Gáborral. Keresem egyik délelőtt telefonon, semmi. Hát mindig föl szokta venni. Aztán látta, hogy keresem, visszahívott. Jenő bácsi, nem tudtam fölvenni. Hát mondom, hol a francba csavarogsz? Azt mondja, most védtem meg a diplomámat kiválóra. Kérem szépen, szörnyűségek, mert ez, amiről tilos volt beszélni, nem volt szabad elmondani, mert ha elmondják, tényleg visszaviszik. De ezt nagyon sokan megörökítették. Látjuk itt, hogy festményekbe, majd látni fogunk később grafikákba, és könyveket, amit megírtak a túlélők. Nagyon sok eddigi túlélővel már találkoztam, filmeket is készítettem velük, sőt van még most is azt hiszem 6 vagy 7 személy, aki túlélte, és tartom vele a kapcsolatot. A legfiatalabb. 15 éves volt, amikor elvitték Keményfi Béla bácsi, Kaposváron él. 15 éves korában hajtották be egy udvarra, ahova gyűjtötték az embereket, és ő, mint nagyon jó futó, meg szemfüles gyerek, meglépett az udvarból, és akkor az orosz katonák észrevették, utána lőttek. És eltalálták a Bélát. Nem hagyták ott, hanem bevitték vissza a többiekhez, és olyan sebesülten vitték végig az útvonalon, és töltötte le az éveket. Ma is csak 2 bottal tud járni, és fölkelni egy hirtelen mozdulattal tudja ezt megtenni. És ott föl tudták javítani, mert volt egy olyan orvos, aki a közelébe férkőzött, és mondta, hogy fiam, tessék, így meg úgy tornád, és stb. Stb. És hát sikerült neki fölépülni annyira, hogy tudtak vele olyan munkát végezni, amilyen körülmények között is meglátja. Tehát a harmadik részben most ezt látjuk. Felhívom a figyelmet mindazoknak, akik ezt látják, és közel vannak Fehérvárhoz, vagy székesfehérváriak, mert ezek a tablók mind megtalálhatók a szénatéri könyvtárba. Nem csak a tablók, mert akkor közelebb jutunk ehhez, többet tudnak meg, mint amennyit én elmondok, hanem ott könyveket is lehet találni hozzá, nem csak ezt, hanem a korábbi, meg a későbbi részletekben is.